Sziasztok! A mai videóban ismét kitekintünk egy kicsit a megszokott témáinkból, és újfent a kultúra felé fordulunk. Építészetünk egy érdekes és értékes darabját, az Art Deco stílusjegyeket is viselő kaposvári szivárvány kultúrpalotát járjuk most körbe. Bevallom őszintén, hogy engem megfogott ez az elegáns és impozáns épület érdekes formavilágával, ezért is bátorkodom most eltérni megszokott témáinktól. Az Art Deco egyébként a 20. század első felének irányzata, a szecessziót követte, és egészen a modernizmus széles körű elterjedéséig volt jellemző a világ építészetére és iparművészetére. A szecesszió ívelt vonalai és díszítettségével szemben itt letisztult geometriai formák, egyenes vonalak és elegáns anyaghasználat jellemző. Az építészetben ez volt az első világstílus, az Egyesült Államoktól Európán át egészen Kínáig, vagy akár Dél-Afrikáig épültek ebben a stílusban épületek. Mégsem terjedt el nagyon széles körben, nem épültek például belőle lakóházak tömegei, hiszen a stílus, az elegancia és a luxus megtestesítője is volt. Bár országszerte találhatók Art Deco stílusú épületek, mégiscsak néhány száz ilyen építmény található Magyarországon. Hozzá kell tenni továbbá, hogy Magyarországon az Art Deco más stílusjegyekkel keveredett, úgy mint a szecesszióval, a népies stílussal, vagy akár a klasszicizmussal. Ilyen kever stílusú épület a kaposvári Szivárvány mozi, vagy mai nevén Szivárvány kultúrpalota is, mely 1927 és 28 között épült Langping József kaposvári építész tervei alapján. Ebben az épületben az Art Deco szecesszióval, magyaros és idegen motívumokkal keveredik, többek között az egyiptomi művészethez is visszanyúlik. Érdekesség, hogy a bejárat fölötti ívelt előtetőt formája miatt Napóleon kalapjának is szokták nevezni. Ez volt amúgy Kaposvár első állandó és fedett mozia. Az első időben egyszerűen Városi Mozgókép Színháznak hívták, később a korszellemnek megfelelően Vörös Csillag lett, majd a rendszerváltás után kapta a Szivárvány mozi elnevezést. A mozi 2001-ben bezárta kapuit, 2009-ben országos jelentőségű műemlékké nyilvánították. Ekkor megkezdődött az épület teljes felújítása és az eredeti stílusjegyekhez illeszkedő átépítése, bővítése is L. Balogh Krisztina tervei alapján. A bővítés lehetővé tette, hogy ne csak filmvetítések, hanem más kulturális események is megtörténhessenek a falai között. Az elmúlt időben a Covid-válság rányomta bélyegét a kultúrpalota működésére, az utóbbi időben csak néhány filmvetítés, illetve filmklub esemény történt megrendezésre. Jelen pillanatban technikai okok miatt a létesítmény nem látogatható, vetítések nincsenek, így én sem tudtam sajnos belülről megnézni. És ha belülről nem is tudtuk megnézni, járjuk hát körbe kívülről, hiszen innen is nagyon impozáns építészetünk emereme.